Rengeteg gyerek gyűlt össze a helyszínen, mindannyian arra vártak, hogy bemutathassák produkciójukat. Fodor Csilla először lépett fel a Buszkai Lángos Fesztiválon. Személy szerint 9 éve, Talentumban meg 2 éve, és nyírségi táncokat hoztunk. Idén 1500 lángost sütöttek a helyszínen. A harapnivaló ingyen volt, de aki akart, adakozhatott, ugyanis a helyi gyerekek iskola kezdésének támogatására gyűjtöttek. Az itt élő emberek megálmodták ezt a rendezvényt, pont azért, mert egy olyan helyi közösség vagyunk, ahol hát nem sok esemény történik. Nyári rendezvény indult el az útján, és most már hagyomány lett belőle, a 6. alkalommal szerveztük meg a Buckai Lángos Fesztivált. Ez az egyik legszínvonalasabb és legtömegesebb rendezvény Szabadkán, nyilatkozta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője. A lángos csak az apropó, az ürügy arra, hogy az emberek összejöjjenek, barátkozzanak, de ugyanakkor a lángos egy hungarikum, egy magyarokhoz köthető specialitás. A néptáncosok mellett a gyerekek között voltak szavalók, citerások és mazsorettek.